boss at the restaurant gave me the old pep talk against me. Another one starting hard work, his family, desperate, poverty, and everything. Said he always wanted a new car, and now he's got two. Always wanted his own house, so now he has a house, a cabin, and a condo, and a golf course. Said he always wanted a boat, and now he's set. Abban az időben ezt mondta tanítványainak Jézus. Óvakodjatok az írástudóktól. Szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Szívesen elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, közben színleg nagyokat imádkoznak. Annál szigorúbb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a kincstárral, és figyelte, hogy dob a nép pénzt a persejbe. Sok gazdag sokat dobott be. De aztán jött egy szegény özvegy, s csak 2 fillért dobott be. Erre odahívta tanítványait, s így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a persejbe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, ami csak a szegénységétől telt. Egész megélhetését.